Mond az egyszerű HR-es arra a kérdésre, hogy miért ezt a szakmát választotta? Van tipja valakinek? Igen? Nem hallom? Majdnem. Úgy szeretek emberekkel foglalkozni, kb. valami ilyesmit hallunk rendszerint. Az, hogy a HR, mint szakterület, mint szakma egy cégen belül mennyire fontos, azt én is csak igazán nem olyan régóta érzem át. Jóta van saját hr a házon belül, és látom azt, hogy mennyi mindennel kell foglalkozni. Irgalmatlan széles a szkópja az emberi erőforrás menedzsmentnek egy cégen belül, és minden elismerésem Nikolé, aki ezt nagy lelkesedéssel viszi a házon belül nálunk. De azonban valahol mégiscsak arról szól az emberi erőforrás hogy emberekkel kommunikálunk. Ezek az emberek lehetnek a cégen kívül még, mert éppen egy toborzó folyamat elején tartunk, és egy leendő kollégákat próbáljuk begyűjteni. Vagy éppen már házon belül vagyunk, és a kollégáknak próbálunk valamilyen válaszokat, segítséget adni, akár a, 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 a saját belső fejlődésükben, ügyes-bajos kérdéseik válaszolni. Tehát külső-belső részvőkkel történő kommunikáció az egy mindennapi része az emberi erőforrás területén dolgozó kollégáinknak. Azt, hogy a HR egy nagy cégben milyen lényeges, hogy szolgáltató szerepet töltsön be, azt talán már az eddigi konferencián is hallottátok, vagy megértettétek, ez a szolgáltatási menedzsment az üzleti világban, amit Enterprise Service Managementnek hív, a, az a terminológia. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az IT-ben megismert automatizmusokat, eszközkészletet bevetve az üzleti területekre nagyon hatékonyan, gyorsan és jó minőségben tudunk dolgozni, ha erre esetben például kommunikálni. De ehhez meg szükség van egy olyan kommunikációs csatornára, ami viszonylag egyszerű, gyors, olcsón használható, mindig elérhető, nem igényel különösebb elköteleződést, bevonódást ahhoz, hogy használhassuk. Hát képzeljétek el, hogyha azt mondanánk egy jelöltnek, ahogy talán Attila is utalt rá, hogy jelentkezz be ebbe a rendszerbe, abban a rendszerbe, és majd abban kommunikáljunk, hát az nem egy jó élmény ennek a kommunikációs csatornának személyre szólónak kell lenni, vagy lehetővé kell tenni azt, hogy személyre szóló legyen. Um, támogatnia kell ezt a fajta szolgáltatás menedzsmentet, aminek a része az, hogy nagyon hatékonyan tudjunk kommunikálni. De a kommunikáció végül is mindannyiunk számára egyfajta élmény. Élményt kapunk azáltal, hogy valaki jó időben, a megfelelő információt biztosítja számunkra, nekünk könnyű információt megosztanunk ebben a kommunikációban, is, és továbbítanunk a másik fél felé. Tehát ez az élményfaktor, ez egy nagyon erős eleme a kommunikációnak. Ugye hallottuk Ádám előadásában, hogy az employer branding mennyire fontos ahhoz, hogy, hogy rólunk egy jó kép alakuljon ki, szeressenek minket az emberek, megjegyezzenek minket, és a brandünket. Hát valahol ennek is része az a fajta kommunikáció, amit mi folytathatunk a különböző üzleti folyamataink során. A jó hír az, hogy ha jól használjuk az e-mail technológiát, bármennyire is már lassan 60 éves, még mindig segítheti ezt az élményt javítani, és segítheti a céljainkat elérni. Utaltunk már arra, hogy a nagy, produktivitási körképben milyen számok jöttek ki, a 76 a 84 százalék, amíg nem tudom milyen százalék, ami e mail kapcsolatos, valahol mindig az jön le, hogy az e-maileket nem lehet megkerülni, ezek itt vannak, az e-mail forgalom évről évre a világban növekedik, most körülbelül ilyen 350 millió e-mail, ha jól láttam a statisztikát, küldenek naponta a világban, ami végül is a 8 milliárd emberhez képest talán nem is olyan sok, de, de hogy ez folyamatosan évről évre nő. Azonban az e-maileknek vannak árnyoldala is, és a produktivitási körképünk nagyon szépen kihozta azt, hogy bizony nagyon nagy százalékban új, olyan módon használjuk az e-maileket, ahogyan nem kéne, amire nem alkalmasak az e-mailek. Kollaborációs eszközként, feladatok kiosztására, követésére. Erre tökéletesen alkalmatlan az e-mail. Ezért... Uh, uh, ezért majd meg is mutatom később, hogy máshogyan kell beillesztenünk az üzleti folyamatainkba, és nem mint a tevékenységünk cél eszközét, hanem mint kommunikációs csatornát kell használnunk. Erre, lett, erre használható igazán. De a kontextusváltás is egy rettenetesen nagy probléma, mert ha e-mailekben dolgozunk, e-mailekben tartjuk a kapcsolatot a külső vagy akár a belső ügyfeleinkkel, akkor állandóan egy kontextusváltás, egy vagyunk, dolgozunk, például a Jirában vagy a confluence nagy lelkesedéssel, elmélyülten, jön az e-mail, kimegyünk, megnézzük, és biztos, hogy kiesünk a fókuszból, kiesünk a flowból, és ha ez akár ö, néhány percenként megismétlődik, akkor ez teljesen szétzilálhatja a munkánkat. Adatbiztonsági és általában biztonsági problémák is felmerülhetnek az e-maillel, hiszen talán tudjátok, vagy lehet, hogy nem mindenki, Tudatosította magában, az e-mail az nem más, mint egy szöveges állomány, amit bárki elolvashat, még akár útközben is. Ha véletlenül sikerül, vagy ha nem is véletlenül, tudatosan, de sikerül beavatkozni abba az e-mail továbbító láncolatba, akkor a titkosítás nélküli e-maileket elolvashatja bárki. Szóval használjuk az e-maileket okosan, és kommunikációs csatornaként, de úgy, hogy közben beépítjük ezeket az üzleti folyamatainkba, a mindennapjainkba, és lehetőség szerint az üzleti folyamatokat követő rendszerekbe beintegrálva használjuk az e-maileket. Erre az ötletre, erre az alap kihívásra épült az e-mail decision-nak az alapkoncepciója, ami már 17 éves termék gyakorlatilag, nagyon-nagyon régi, de ebben a formájában, ebben a a képességeiben azt gondolom, hogy a, a, inkább az Atlassi Marketplace indulásának az évét e, tudnám meg, e, megnevezni. Ez is már jó, e, több mint tíz évvel ezelőtt volt. A, mit tud ez a, az a, 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 Gyakorlatilag ezeket a kihívásokat tudja kezelni, amikről az előbb beszéltem. Megvalósít egy kétirányú kommunikációs csatornát szinte észrevétlenül, szinte teljesen láthatatlanul beépül a dzsirába, és tudja hozni, a, vagy javítani a biztonsága kapcsolatos aggájainkat. És nézzük meg ezeket, hogy hogyan. Tehát a kétirányú kommunikáció, az mit jelent ebben az esetben? Gyakorlatilag azt, hogy ha most még mindig a képzeletbeli HRS-ünknél vagyunk, aki várja a jelentkezőket a nagy toborzó kampányunk, eredményeként gyakorlatilag a Jirán belül tudja ezt a teljes kommunikációt elvégezni a jelöltel. A jelöltnek tud e-mailt küldeni, akár az alkalmazás az e-mail decision által biztosított manuális e-mail küldő felületen, tehát gyakorlatilag e-mail kliensen keresztül dokumentumokat tud neki küldeni, különböző részletességgel tud e-maileket küldeni neki. De tudja ezt Tenni teljesen automatikusan, tehát még, még ezt a manuális e-mail összeállító tevékenységet is elfelejthetjük egy jól felkonfigurált workflow-val vagy értesítési sémával, ami az e-mail érkezik. És természetesen a bejövő e-mailekkel is tudunk uh, foglalkozni, a bejövő e-maileket nagyon szé szépen tudjuk issúvá, kommentek kialakítani a, az e-mailekből a csatolmányokat föltenni az issúhoz, és az issú mezőket is tudjuk inicializálni az e-mail tartalmából. Tehát bár nem struktúrált tartalommal érkeznek az e-mailjeink általában, de mégis a kellő uh, Szofisztikált ö, ö, konfigurációval gyakorlatilag ki tudjuk szedni az értékes tartalmat, és mezőkben tudjuk elmenteni az issúgban. szabható. a kommunikáció abban az értelemben, hogy a, a kifelé menő e-mailjeink, tehát amiket küldünk a jira ból azoknak az, a kinézetét, tehát a, 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 az, akár a céges arculat kialakítását lehetővé teszi a templét, ö, kezelő az e-mail decision -ban. illetve az, hogy milyen pontosan milyen adattartalom kerüljön az e-mailekbe, ez is teljesen kontrollálható ezen az appon keresztül. A bejövő e-mailek feldolgozási algoritmusa folyamata is konfigurálható a Mail handler nevű komponensben. Ehhez a cloudban rendelkezésre áll egy ilyen grafikus feldolgozást, össze, feldolgozást megvalósító logikát kilakító felület. Nagyon könnyű összerakni azt a proceszt, hogy mi történjen akkor, ha bejön az e-mail, és ilyen tartalma van, akkor mi csináljunk vele tartalmazott attachmentet, és a többi, és a többi. Nagyon sok feltétel alapján tudjuk a feldolgozást finom hangolni. És a biztonsági aggályokat hogyan tudjuk kezelni? Az e-mail fiókokban történő bejelentkezéskor OAuth 2 autentikációval tudunk bejelentkezni, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos szempont, sőt, hogy a nagy e-mail szolgáltatók már nem is engednek mást. Egy új funkciónk az titkosított e-mailek feldolgozásának a lehetősége, és hamarosan reményeink szerint a titkosított e-mailek küldésének a lehetősége is megjelenik. Ezáltal gyakorlatilag azt tudjuk biztosítani, hogy az e-mail küldő és fogadó közti útja során senki sem tud hozzáférni az e-mail tartalmához. Bizonyos kontrollált iparágakban ez, ez egy kötelezően előírt uh, képesség a, az e-mailezéssel kapcsolatban. De ugyanígy az adatbiztonsága kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy a cloud uh, uh, platformon tudjuk támogatni az európai adatközpontban történő adattárolást, így a GDPR aggályok kicsit enyhülnek, illetve a jira az alap GDPR támogatását támogatásával integráltuk ezt az alkalmazást. Tehát ha Jirában kezdeményezi valaki azt, hogy őt távolítsák el a rendszerből, mert elhagyta a céget, akkor ugyanúgy az e-mail decision keresztül is ezt az, ezt az anonimizálást meg tudjuk valósítani. Szóval használjátok okosan az e-maileket, integráltok az üzleti folyamatban, és legyetek ennek a bajnokai akár velünk. Köszönöm a figyelmet!